Még egy mérkőzése van hátra a teremlabdarúgó második ligában a Marosvásárhelyi VSK csapatának, ám annak eredményétől függetlenül a csapat alapítása után kevesebb mint egy évvel feljutott az élvonalba. Az idényt Kacsó Endre szakosztályvezető értékelte. Nagyon jó eredményekkel büszkélkedhet a Marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgó csapata az alapítása utáni idényben, véli Kacsó Endre szakosztályvezető. A korábbi többszörös bajnokcsapat hagyományát folytató klub az első idényben megnyerte a második ligát, a Románia kupában pedig egyetlen második ligás csapatként négyes döntőbe jutott. Itt csak nagy küzdelemben az utolsó percben kapott góllal maradt alul az elődöntőben. Jövőre nehéz lesz ezeket az eredményeket túlszárnyalni, de mindenképpen be szeretnének jutni az első liga rájátszásába, mondta el Kacsó Endre. Az A divízióban pedig nagyon nehéz lesz, mert kell hoznunk van 4-5 játékost, mert ők ifik, nálunk a csapatban sok ifi van, de én bennük is bízok, de kell tapasztalt játékos, mert mások a feltétel. A felnőtt csapat mellett minőségi munka zajlik az ifi csapatnál is. Az U19 Románia kupában a VSK csapata döntőt játszott, most pedig a korosztályos bajnokság döntő tornájára készülnek, ahol az aranyat célozzák, mondta a szakvezető, akit olyan szempontból is érdekel ez a döntő torna, hogy ő az ifjúsági válogatott szövetségi kapitánya is.